Együttműködő partnerünk a Synchro Searcher Hungary. Na sziasztok srácok, nos, engem is megtalált, úgy tűnik a meglepetés átka. Ez egy nagyon-nagyon gyors beköszönés lesz, ugyanis fogalmam sincs, hogy mire számíthatunk, elfelejtettem. Tehát az a lényeg, hogy már nem nagyon emlékszem, hogy miket rendeltem pontosan, és hogy ebben pontosan melyik is lehet. Szóval először is megszabadítanám ettől a gumitól, amit gondolom ők tettek rá, hogy ne jöjjön szét. Milyen elővigyázatosak, és nézzük meg, hogy először is mi van benne. Na. Ó, oda néz. Micsoda! Na ne! Te most szórakozol velem. Hello, we sell a variety of Korean products at our Laola eBay store. I want to communicate you with more often in the future. Thank you. Azt a mindenit! Már emlékszem. Ezek a eladók, akikkel így jóba vagyok, és már többször is vásároltam tőlük Ghost Rare-eket, meg minden, és küldtek egy extra pakkot, volum 3. Soha nem láttam még ilyen boostert, emlékszem, most már ezt rendeltem. Rarity Collection, de... És tényleg a meglepetés átka, egy First Edition kórai extra pakk. Az 5DS idejéből. Te jó ég, úristen, köszönöm szépen, bár tudom, hogy szegények most nem nézik ezt a videót. Na nem sokára rátérek a lényegre, erre a kis dobozra, de először is akkor nézzük meg ezt az ajándékot, mert én esküszöm, hogy ilyet nem rendeltem. És ezt így ajándékba kaptam. Ezek szerint. Ó, na jó, hát ez már durva, mi? Azt a mindenit, ez valami 5DS-es játék. Nézzétek, ott van a user, hát ezt már csak emlékbe is elrakom, hát milyen menő néz ki. Azt a mindenit, na nézzük, mit lehet egy ilyen extra pakból nyitni. Úristen, de régi lap. Nem is tudom, milyen neve pontosan. Wow, igen, ezek kóraiak. Wow, ez valami szépen kiöltözött kis cápa asszonyság. Ez valami Pot of Greed-es leveles tucca, elfelejtettem a nevét, ne lincseljetek meg ezért, de igen, ez valami nagyon jó, és ez valami laval cuttos esetleg, vagy valami hasonló, és egy X-Saber, 5 kártya van egy ilyenben a 5DS idejéből. Wow, hát köszönöm szépen ezt az ajándékot, meg jó szívűséget, hát ezt nagyon el fogom tenni, hát ezek nagyon rendesek. Na jó, hogy rátérve a videónak a lényegére, igen, ez egy Rarity Collection kórai doboz, amiből én még nagyon régen nyitottam, mert ez még az Arc 5 idejében jelent meg. Az a lényeg, hogy nagyon-nagyon kemény raritik vannak benne, itt van leírva, hogy melyik fajták lehetségesek benne, de nagyon meglepetésszerű az egész doboz. Tehát nem tudjuk kiszámítani, hogy mikor milyen raritik fognak következni. Úgyhogy már is megmutatom nektek, hogy mit lehet bontani egy ilyen kis display-szerűségből. Náluk így néz ki egy display, egy ilyen picike. És itt is vannak benne, ahogy látjátok. Wow! A csomagok! Rarity Collection-ös csomagok! Bizony! Hát kívánjatok szerencsét, ugyanis ez nagyon-nagyon... Egy boosterben azt hiszem, hogy 4 kártya van. És szerintem 4 super rare, meg egy valami ultra rare, vagy valamilyen más rarity. Szerintem így működik, de nem tudom, mindjárt derítsük is ki. Na szóval tehát 15 darab boosterünk van. Kívánjatok szerencsét, hogy nyitunk valami nagyon ordítósat, amire ordítani lehet, annyira durva. Bizony, akkor, amikor régen nyitottam ebből, akkor Ultimate Rare Monster Reborn-t sikerült nyitni. Na hát, ha most is nyitunk valamilyen nagyon menő Ultimate Rare-t, akkor sikítunk. És már is egy nagyon jó kezdet, Super Rare Rescue Rabbit. Oda nézzetek, milyen szép szuper. Figyeljetek, ez ilyen más, ilyen sejmesebb Super Rare. Dragonity Knight Vairana, azt hiszem, az lesz a Super Rare-ben. Tour Guide from the Underworld! Kórai Super Rare. Nagyon szép sejmes ez a kórai Super Rare. És egy valami Thunder, nem tudom, de nagyon szép Ultra Rare. Na, meg is van az első Ultra Rare-ünk, úgyhogy nézzük is.
Egyébként nagyon nehéz nyitni egy ilyen kórai pakkot, majd a következő csomagnál tanítok nektek valamit. Oh, Cyber and Dragon! Wow, na tessék, Kori, itt van a te kis lapod is. Ó, ez Mezuki? Talán? Vagy Gozuki? Nem tudom, talán Mezuki. Nem tudom, lehet rosszul emlékszem. Fire Formation Tanki, super rare, ugye, Jura? Ó, ez egy Dark Lord szörnyecske. És... ó, igen, ebben 4 lap volt. Nos tehát, ez itt egy különleges kis kiadás a külön kiadáson belül, egy mini videó, megtanítalak titeket, hogy hogyan kell OCG-s boostert bontani. Mint ahogy látjátok, azért kicsit bonyolultabb az összetétele, mint egy rendes boosternek, itt azért nem lehet olyan könnyen, mert hát elszakítjátok. Annyi a taktikája, hogy látjátok itt ezt a kis gombócot, vagy minden, itt kell egy határozott tépést bevinni, és akkor tudod elkezdeni már is nyitni a boosterecskét. Visszaváltva normál hangsúlyba, tehát igen, így kell kibontani egy ilyen boostert. Ez talán valamilyen Naturia lény lehet, de ne lincseljetek meg, hogyha rosszul mondom. Book of Moon, Dark Lord lény, és... oh, egy ultra rare Red Ice Darkness Metal Dragon. Bizony, hoj, nagyon menő, nagyon menő. Következő. Nézzük. Crane. A Lure of Darkness. Még egy Dark Lord. Ó, és egy Synchro. Hú, ez valamilyen golyó chaser lehet talán, vagy lehet, hogy rosszul mondom, nem tudom, nem emlékszem pontosan. Egy ultra rare Synchro lap, gyönyörűséges, de őt nem használtam, szóval nem tudom pontosan a nevét. Úgyhogy majd ti biztosan jobban tudjátok, mint én. Ó, oh, itt is van a Dark Simorg. Ó, oh, Instant Fusion, super rare. Ó, oh, Summoner Monk. És egy Synchro. Trisula! Mi a franc? Ezt is ki lehet ebből nyitni? Múltkor egyet nem is nyitottam. Ultra rare Trisula. Wow, gyönyörű. Akkor vajon Brianeket is lehet nyitni? Az nagyon menő. Izgalmasnak tűnik. Örünk. Ó, ez egy nagyon aranyos kis csinos Lightsworn Choicy. Nem rossz, nem rossz. Summoner's Art. Elemental Hero Prisma? Vagy Destiny Hero? De szerintem mindegy, a lényeg, hogy Prisma. És újra egy kis Thunder Unicorn-szerű tudból, de nem tudom pontosan a nevét. Oké, okay. Oh, ez már kicsit nehezebb volt. Na, valami. Ó, oh, igen, itt van Levire. Ó, oh, na őt sem láttam még, őt nem tudom pontosan, hogy kicsoda. Oh, Naturia Barkion, gyönyörűséges, megvan nekem Ghost Rare-ben, de így Super Rare-ben koreaiul nagyon szép. És Debris Dragon, super rare. Nézzük a következő. Oh, ez nagyon rugalmasan kinyílt. Újabb Rescue Rabbit, gyönyörűséges. Imádom ezt a csillogását. A kamera nem is adja át annyira szépen, mint itt élőbe. Azt minden itt gyönyörűséges. Újabb Vajrana. Újabb Tour Guide from the Underworld. Na jó. Gyerekek. Egy extra secretet nyitunk. De mi ez? Na jó! What? Úristen! Egy extra secret rare Dark Magician! Na jó. Én ezt már tényleg nem hiszem el. Mi történik ezen a csatornán? Mi történik? Dark Magician. Extra secret rare. Pont Dark Magician paklit építek. Ez egy nagyon ritka rarity. És ez már a holographic, tehát a Ghost Rare előtti egyel. Tehát ez nagyobb, mint az Ultimate Rare. És Dark Magician. Te jó Isten! Vérnyomásom az egekből már megint. Ez hihetetlen. Már nem tudok, hogy reagálni egyébként, már az a baj. Már elordítom a lelkemet a napokban. Ez a hónap nagyon epic bontások terén. Nézzük, Mezuki, Fire Formation, Tenki,
Dark Lord Lane és még egy Rudice Darkness Metal Dragon. Belerendülünk, vajon lesz még valami? Lesz még? Vagy ezzel ki is offoltuk az egész boostert? Nézzük! Nagyon kíváncsi vagyok! Oh, Maxi! Ennyi! Itt van Maxi! Egy nagyon menő lap, amit sajnos már bannoltak, de őt sem nyitottam ki előzőleg. Úgyhogy ennek nagyon örülünk, szép így kórajul. Book of Moon, a Dark Lord, egy szinkró. Formula Synchron Ultra Rare! Na tessék, Hungry Seven a szíven, ugye Shooting Quasar-nak az egyik alapja, Formula Synchron. Na ennek mindig örülünk. Örülünk a következő. Valami érdekes érzésem van, hogy még lesz ebben a booster csomagban valami. Bár nem tudom, hogy micsoda pontosan, a Lord of Darkness. Még egy Dark Lord. Ne. Hát srácok, én ezt nem hiszem el. Megint. Egy Ultimate Rare. Na jó. Azt a büdös kurva életbe! Egy Rank Up Magic. Elnézést a káromkodásért. Ultimate Rare Rank Up Magic Astral Force. Érezni lehet minden romborulatát. Hát én ezt már tényleg nem hiszem el. Egy extra secret rare és egy ultimate rare. És hát ez nem. Hát halljátok, én szerintem agyvérzésben fogok elhalálozni ezen a csatornán. Sok agyi hullám nekem egy napra. Ez hihetetlen. Ezt komolyan mondom. Crane. Instant Fusion. Summoner Monk. És hát ezt nem hiszem el. TG Hyper Librarian. Jézusom, de hosszú neve van. A másik anyaga a Shooting Quasar Dragonnak. És ezzel a két lappal tökéletes húzós kombót lehet kihozni. Hát ez... Ez egy álom. Álom ez a doboz, komolyan mondom. Nagyon jó befektetés. Oké. Gyerünk, lesz még valami? Vagy ennyi? Simorgh, Summoner's Art, Prisma, és megint ez a Synchro Lane. A kettő maradt hátra. Úgy gyerünk. Oké. A Lightworm Chaisi, Barkion, Debris Dragon. Mi? Egy Secret Rare! Na jó. Most elmagyarázom, hogy miért lepődtem meg ennyire. Az egész dobozban elvileg kettő darab nagyobb rarity-s lapot lehet nyitni. Ez már a harmadik. Secret Rare Fiendish Chain. Mondom, gyerekek. Nekem ez a csatorna lesz a végzetem. Hát ilyen nincs! És emeletes házban lakom, képzelem a szomszédaimnak a fejét. Hihetetlen. Először egy extra secret, aztán egy ultimate, most meg egy secret rare, Fiendish Chain. Már félek kinyitni az utolsót. Most már komolyan. Már izzadok, remegek. Azt a rohadt élet. Szaranyos kis farkas. Vajrana. Tour guide from the underworld. Hát ez egy ultra rare lesz, figyeljétek meg. Ultra rare szinkró. Na jó. Gyerekek, még egy trisula. Hát jó, oké. Én szerintem így az agysejtjeimet így a mai napra meg is öltem. Pozitív értelemben természetesen. Ez túlzott meglepetés volt egy napra. És azt a rohadt élet! Muszáj kiordítanom magamból, elnézést szomszédok. De ez nagyon durva. Ide nézzetek! Hát, egyiket sem nyitottam ki múltkor. Nyitottam egy Ultimate Rare Monster Reborn-t, és ennyi. Meg valami volt abban is egy secret. De ez a csatorna, ez meghozza nekem a kártyáknak az istenét. Tehát komolyan, amit itt ezen a csatornán nyitok, az mindig ilyen epikus lesz. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Sziasztok!